A versenyt két korosztálynak hirdették meg, 5., 6. és 7., 8. osztályos évfolyamoknak. 14 versenyzőnk lesz a mai napon, sokkal kevesebb, mint az elmúlt években. Nagyon nem gondolom, hogy az olvasás szeretete csappant, hanem úgy érzem, hogy most ez a verseny olyan időszakba jött, hogy most nagyon sok minden program van a városban, tehát tényleg csak akár a tegnapi fáklyásra is gondolunk, vagy lámpás felvonulás, hogy olyan sok programra hívják a gyerekeket, hogy igazából azt mondom, hogy a COVID ideje alatt jóval több versenyzőnk volt, amikor pedig nem voltak ezek a feltételek ilyen optimálisak, de talán akkor volt ideje annak, hogy jobban elmélyülhettünk egy-egy könyvbe. Most azért azt mondom, hogy nagyon sok új könyvünk van, nagyon sok szeretettel várjuk a olvasni vágyó gyerekeket, most jön a begubózós időszak, a téli időszak, és én bízom benne, hogy több olvasónk lesz. A gyerekek az általuk ismert, kedvelt próza részleten kívül egy könyvajánlóval is készültek, ezáltal is kedvet csinálva társaiknak a műhöz. Minden gyereknek van valamilyen kedvenc olvasmánya, vagy olyan részlet, amit ő szívesen elmondana a többieknek, és utána kell néhány szóban egy könyvajánlást is tenni, hiszen arra gondolunk, hogy a legjobban lehet, hogy ismerjük a kortárs irodalmat, de a gyerekek egymás közötti ajánlása talán még erősebb, mint hogyha egy felnőtt biztatja őket olvasásra, és hát a fő cél az, hogy olvassunk. A három tagú zsűri arany, ezüst és bronz minősítéssel értékelte az előadásokat. A zsűri tagjai közt foglalt helyet Szabó Péterné, a Csokonai Könyvtár gyermekkönyvtárosa, magyar szakos pedagógus, drámapedagógus. Dr. Kasuba Jánosné, a Könyvtáros Tanárok Munkaközösségének vezetője, valamint Posztósné Gyarmati Éva, magyar szakos pedagógus. A megmérettetés végén mindenki szép élménnyel térhetett haza, várva a következő lehetőséget a prózamondásra.